Ugye a nyolcadikos diákoknak vészesen közeleg a tanév vége, és az Oktatási Minisztérium létrehozott egy segítséget, egy online platformot, hogy segítse a szülőket az eligazodásban. Mit lehet erről a honlapról tudni? Igen, ezt a honlapot Moja Srednyeskolának hívják, tehát az én középiskolám, és ezen a honlapon rengeteg olyan információt találnak, illetve olyan linkeket találnak, ami a 8. osztálynak a befejezéséhez kapcsolódik. Tehát egyrészt a honlap elvezet ahhoz a platformhoz, amit a záróvizsgát lebonyolító oktatás minőségellenőrzési intézet készített, és itt ezen a platformon például minden olyan, mert körülbelül 4200 vagy 4200-nál több is teszt található, ami azokra a tantárgyakra vonatkozik, amelyek az záróvizsgán lesznek. Tehát a magyar nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem és földrajz. Ezek online tesztek, ami azt jelenti, hogy, és természetesen magyarul van, tehát a nyelvet kiválasztva a magyar nyelvű tesztek érhetők el, és a tesztek megoldása után látszik a javítókulcs, tehát a javítókulcs alapján a gyerek látja, hogy hány pontot ért el, és azt hiszem, hogy ez egy jó gyakorlási lehetőség, hiszen azon a feladatgyűjteményen kívül, amit szintén ugyanez az intézet adott ki, és amelyet pár száz dinárért meg tudtak vásárolni már korábban a szülők, most így online is gyakorolhatnak a gyerekek. Igen, arra is jó ez a honlap, hogy kövessék valamilyen módon az eredményeiket, tehát hogy hogy állnak ebben az egész iratkozási folyamatban, vagy gondolom erre is jó. Tehát a honlapnak a így van a fő honlap, tehát ez a Moja Srednyeskola. Itt tulajdonképpen fenn vannak azok a középiskolai szakok, tehát meg lehet nézni, hogy melyik középiskolában milyen szak indul. Természetesen ismét itt is a magyar nyelv bejelölésével láthatjuk azt, hogy melyik iskolában indul magyar nyelvű szak. Ezen kívül látszik az, hogy hány gyerek iratkozhat be, látszik majd az, amikor már meg lesz a záróvizsga, és amikor már a szülő mert ugye a szülők jelentkeznek be erre, hiszen benne van ez is az EU-prava, az úgynevezett EU-prava rendszerben, és a szülők azok, akik majd jelzik, hogy melyik középiskolába szeretnék a gyermeket beiratni. Felhívom a figyelmet arra, hogy ugye 20 lehetőséget lehet majd beírni, tehát 20 választott osztályt lehet beírni, ami hát őszintén megvalva inkább a szerb szakok esetében fontos, hiszen ott szokott lenni túljelentkezés, a magyar szakok esetében nagy a valószínűsége annak, hogy már az első vagy legfeljebb a második választott osztályba bekerül a gyerek, hiszen kevés gyerek szokott minden magyar osztályba beiratkozni, tehát nem igazán szokott túljelentkezés lenni, és amikor megtörténik a záróvizsga, amikor megtörténik az iskolákba való beiratkozási jelzése, akkor azt követően a szülő a gyermekének a 10 számának a beírásával követheti azt, hogy hány pontot ért el a diák a záróvizsgán, milyenek az eredményei, amit a tanár, tehát az osztályfőnök visz majd ebbe a rendszerbe, illetve ebben a rendszerben látják majd azt is, amikor a számítógépes rendszer szétosztja a gyerekeket a preferenciáik alapján abba az iskolába, hova szerettek volna iratkozni, hogy hova került be, illetve hány ponttal került be. Tehát minden információ valójában ezen a honlapon követhető majd. A rangsorolás az, hogy ugye ki hanyadik, mi alapján történik? Van egy olyan szabályzat, ami valójában a záróvizsgára, illetve a felvételire, a középiskolába való felvételre vonatkozik, és ez a szabályzat határoz meg mindent, ami a pontozással, illetve a rangsorolással kapcsolatos. És hát ennek alapján most néhány dolgot emelnék ki, tehát itt egyrészt a záróvizsga lesz az, amely a pontszámokat hozza, és a záróvizsgán tulajdonképpen a magyar nyelv és a matematika az, ami több pontot hoz, tehát az 14-14 pontot hoz, a választott tantárgy, tehát most nem úgy lesz, mint a korábbi években, hogy kombinált teszt, tehát a fizika, kémia, biológia, történelem és a földrajz kombinált tesztje, hanem a diákok választanak, tehát ők már jelezhették azt az iskolának, hogy melyik tantárgyat választják az öt közül,
és az a tantárgy, amelyből záróvizsgáznak, az 12 pontot hoz. Tehát ez a három teszt összesen 40 pontot hoz. Az iskolai eredmény méghozzá a 6-tól 8. osztályos átlag eredmény. Ez egy érdekes számolás, mert hogy itt úgy kell csinálni, hogy minden osztályt külön-külön az átlag eredményt 4-gyel kell beszorozni. És akkor ugye a záróvizsgából hoznak 40 pontot, az átlag eredmény alapján hozhatnak 60 pontot, ami azt jelenti, hogy legfeljebb 100 pontot lehet hozni ilyen módon. A versenyeredményeknek a pontozása ugye évről évre ez változni szokott, van, amikor elismerik, van, amikor nem. Az idei szabályzatban most úgy van, hogy csak azok a nemzetközi, illetve köztársasági szintű versenyek számítanak, illetve hoznak pontot, amelyek a záróvizsgán szereplő tantárgyakra vonatkoznak, tehát hogyha valaki sporteredményt ért el, akkor az itt nem pontozható, de amennyiben magyar nyelvből ért el eredményt, akkor itt ez esetben csak az a verseny pontozható, amit az Újvidéki Egyetem hungarológiai tanszéke szervezett, matematikából pedig például a Junior Balkán Matematikai Olimpia, illetve fizikából például a Nemzetközi Junior Tudományos Olimpia pontozható, tehát más versenyek itt ebben az esetben nem hoznak pontot, és meghatározva a szabályzat azt is, hogy a nemzetközi versenyek esetében az első helyezés 12, a második 10, a harmadik pedig 8 pontot hoz, a köztársasági szintű versenyek esetében pedig 6-4 meg 2 pontot ható az első, második és a harmadik helyezetnek. Viszont azoknak a diákoknak, akik más tantárgyak, illetve akik a tehetséggondozó gimnáziumokba jelentkeznének, az ő esetükben ugye külön felvételi vizsga is van arra a tantárgyra vonatkozóan, amivel kapcsolatos ez a tehetséggondozó gimnázium, és az ő esetükben különböző versenyeket is elfogadnak pontozáskor. Tehát azok a diákok, akik tehetséggondozó, tehát matematikai gimnázium, vagy informatikai gimnázium, magyarul nincsen ugyan, de hogyha valaki esetleg a biológia, földrajz, kémia, vagy fizika tantárgyat erőteljesen tanító, ilyen jellegű gimnáziumba, tehetséggondozó gimnáziumba jelentkezne, akkor érdemes részletesen elolvasni ezt a tájékoztatót, illetve nem a tájékoztatót, hanem ezt a szabályzatot, hogy hogyan történik a pont. Ugye ez most nagyon aktuális, ez most történik éppen a jelentkezés ezekbe a tehetséggondozó gimnáziumban, még 3 nap van rá, vagy mennyi, ugye 3, a mai nappal együtt 4 nap, ha jól tudom. Igen. Úgyhogy ezt gondolják meg, és olvassák el nagyon gyorsan. Ugye, hány magyar szak lesz elérhető a 8-os diákoknak, ugye középiskolai szempontból nézem, van esetleg új még szak? Még ezzel a felvételi vizsgával kapcsolatban igen? Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy szintén ezen a Moyas Vegyes Polán van egy olyan fül, ami konkrétan a felvételi vizsgákkal kapcsolatos, és itt van minden olyan, tehát itt lehet látrikálni gyakorlatilag minden olyan tantárgya, illetve megvan pontosan, hogy melyik iskolában lesznek megtartva a felvételi vizsgák magyar nyelven, hiszen például, hogyha több településen vagy több iskolában is van magyar nyelvű szak, indul magyar nyelvű szak, az nem biztos, hogy abban az iskolában lesz maga a felvételi. Tehát érdemes a honlapon részletesen tájékozódni, hogy az adott felvételi vizsga melyik iskolában lesz, és hát szintén online lehet bejelentkezni erre a felvételi vizsgákra. És akkor visszatérve a... Igen, hogy hány magyar szak érhető el itt Vajdaságban, ugye arról beszélünk, vannak-e új szakok magyar nyelven? Újdonságként jelentkezik most Szabadkán a Koszorányi Gimnáziumban, ugye már tavaly beindult az a vizuális művészet és dráma szak, ami egy érdekes történet, és szintén Szabadkán lesz majd egy új lehetőség az informatika tehetséggondozó szak, ami ugye a Bolyaiban már tavaly megjelent. Én azt hiszem, hogy az informatika most egy érdekes lehetőség, hiszen az informatika világának rohamos fejlődésével egyre több szakemberre, meg egyre több IT szakira van szükség, úgyhogy ez talán egy érdekesség lesz.
Az, ami szintén Szabadkán újdonság most a forenzikai technikus, tehát ez a bűnügyi kivizsgáló technikus, szintén ezen a honlapon van, meg a minisztériumnak a honlapján is található az az előzetes lista, ahol az összes szak benne van, tehát meg a honlapon keresés szerint is, tehát a nyelv beírásával pontosan látszik, hogy melyik községben, melyik iskolában, melyik szakok indultak, és azt kell megmondanom, hogy nagy örömünkre szolgál, hogy ugyanannyi szak, tehát a tavalyihoz teljesen megegyezően több mint 2000, pontosabban 2062 hely lesz biztosítva magyar nyelven. Itt most ugye az lesz majd csak a fontos, hogy a lehetőleg minden nyolcadikos, aki az idén a Vajdaságban magyar tannyelvű általános iskolát végez, hogy itt maradjon a Vajdaságban és beiratkozzon valamelyik középiskolába magyar nyelven, hiszen akkor fogjuk megtölteni ezt a 2060 valamennyi helyet, ugyanis körülbelül 900 az a nyolcadik osztályos, aki most az idén végez, ami azt jelenti, kétszer annyi hely áll majd a rendelkezésükre, hogy beiratkozzanak. Tavalyi évben azt hiszem, hogy nagy szerencsénk volt, hogy meglehetősen egyenletesen iratkoztak be a gyerekek, és csak egy-két szak esetében volt kérdéses, vagy nem is igazán volt kérdéses, hogy beindulhat-e az osztály, hiszen egy-két tanuló iratkozott csak be, és abban az esetben nem is kérdés, hogy harcoljunk-e érte, hiszen egy-két gyerek esetében nem érdemes megnyitni az osztályt, és a tavalyi évben meglehetősen szépen egyenletesen iratkoztak a gyerekek. Hát bízom benne, hogy az idén is ez így sikerül majd, és minden osztályunkat meg tudjuk majd tartani.